hogy tetszett a filmszemle? Nagyon jó volt szerintem az egész, nagyon ki van találva, és látszik, hogy nagyon komoly csapat van mögötte. Fú, hát nem találom a szavakat igazából, nagyon színvonalas volt az egész. Precízen meg volt csinálva, ki volt találva, hogy ki mikor jöjjön, mikor kezdjék el az egészet. Voltam már más filmszemléken, de ez talán az egyik legprofibb volt közülük. Hát amennyit idáig láttunk, az nagyon tanulságos volt és nagyon érdekes. Szerintem felér egy olyan kisebb filmes továbbképzéssel. Hogy tetszett a mai elemzés? Jó volt, hogy mindegyik filmről külön beszéltünk egy ilyen pár percet. Hallhattam mégis egy szakember véleményét arról az egészről, hogy mit kell látni a filmbe. Nekem ez nagyon tetszett így, ahogy volt, hogy nem egy ilyen konkrét keretek között folyt az egész, hanem tök laza volt és lehetett közbeszólni és így beszélgetni. Nekem ez így nagyon tetszett benne. Arra készültünk, hogy minden zsűritag, valamennyi zsűritag saját temperamentuma és stílusa szerint fog értékelni. Hát nagyon sokféle dolgot lehet így megtanulni, már pusztán az értékelésekből is. Mi a közhely? Próbáljuk megtisztázni. A közhely az egy olyan sablon, egy olyan sztereotípia, amelyik meggondolatlanul, nem odaillően azért van csak felhasználva, mert azt úgy szokták. A baj akkor van, ha az oda nem kell. Az csak azért van ott, mert hát ilyenkor ilyeneket szoktak mutatni. És miért egy heroinos és egy pszichopata történetébe próbáljátok magatokat megfogalmazni? Mert a kék mackó az rendben van. Ne ugorjanak le a fiúk, jó? 5 filmből egybe biztos van egy fürdőkád, amiben valaki így belecsúszik. Hogy aztán ezt öngyilkossági célzattal teszi-e, vagy pedig csak éppen meleg vízre vágyik, azt nem tudom megmondani. Nagyon jó volt így látni így a többiek filmjeit, hogy ők milyen szemszögből látják az egészet, és nagyon sokat segített az, hogy a mi filmünkről elmondta egy profi, hogy mi a véleménye. Mert ugye a lényeg az lenne, hogy ez a hulló levél, vagy hogy ez a, hogy jelenik meg, mint költészet. Nagyon finom jelzés, hogy egyszer lefelé hullik a levél, egyszer fölfelé hullik a levél. Ezek mind nagyon, csak egy dolog hiányzik, a költészet. Nagyon jó kritikákat adtak szerintem. Mi is küldtünk be 3 darab filmet, arra is nagyon jó kritikákat kaptunk. Jót is, rosszat is egyaránt. Mindenképpen próbáljatok meg még jeleneteket kitalálni vele. Nem is feltétlenül csak impressziót. Próbáljatok meg olyat, amiben dialóg van adott esetben. Vagy egy beszélgetés, vagy hogy mit lehet egy beszélgetéssel csinálni. Vagy egyáltalán egy emberi arccal mit lehet csinálni. Vagy egy emberi arc, és aki beszél, azzal mit lehet csinálni. Szóval egy csomó olyan apró dolgot próbáljatok ki, ami még egyelőre egy ilyen delikát dolog. Nem is feltétlenül kell összeálljon egy nagy szerkezetté. A világ egyik legnagyobb filmrendezőjével egyetértve, Stanley Kubrickkal, hogy ő mindig az első hallást, vagy az első olvasást akarja visszaadni, azt az élményét akarja visszaadni, ezt mindig nyilatkozta, hogy mindegyik filmjében nem volt semmi koncepció, amikor ő olvasta a könyvet, akkor, amit ő érzett, azt akarta megmutatni. Tulajdonképpen itt is egy picit ezt hiányoltam, hogy amikor te még nem tudod a viccet, amikor még mint amikor először csodálkozol rá valamire. Természetesen az, amit a mi filmünkre mondott, ez nagyon érdekelt, és jó dolgokat mondott, építkezhetünk belőle. Igazából mások filmjeit látni, hogy ki mire képes. Ki mire képes? Hát nagyon sok profi vetétársunk volt. Úgy mondod, mintha megnyertétek volna? Megnyertétek? Nem, szerintem egyáltalán semmi esélyünk nincs mellettük. Tényleg nagyon profi művekkel állunk szemben. Riding camels and elephants. Riding camels and elephants. Seasickness, car sickness, seasickness, car sickness, seasickness, car sickness, and a sense of feeling unwell. Seasickness, car sickness. Seasickness, car sickness, and a sense of feeling unwell.
and a sense of feeling unwell. It was a nightmare. Nausea, vomiting, dizziness, sweating. Nausea, vomiting, dizziness, sweating. Nausea, vomiting, dizziness, sweating. Nausea, vomiting, and a sense of feeling unwell. It was a nightmare. Hivatalos magyar Oscar nevezett, az a Saul fia. Most valamennyire belelátsz, hogy kell elképzelni egy ilyen kampányt. Mi az, amit téged legjobban meglepett ezzel kapcsolatban? Hát az Oscar az úgy néz ki, hogy van 6000 szavazó, 6000 olyan Magyarországon, 31, a Törőcsik Maria, Szabó István, hát olyan emberek, akik a film művészetben valamit letettek az asztalra, ezeknek az átlag életkora 62 év, tehát van ez a 6000 ember, és a forgalmazónak az az érdeke, hogy minden 6000, mindegyik név mellé oda tudjon tenni egy kis pipát, hogy ez az ember ez eljött és látta a filmet. Nem lesz 6000, nem fogja mindenki megnézni, de hát nyilván annál többen szavaznak erre a filmre, minél többen látják. How are you, sweet Hollywood? The bad cop said, oh, you're the good. I'm addicted to your shame on me, Hollywood News Agency. Szervusztok! Én vagyok a Gergő, aki esetleg nem is fel, nem tudom, miért van itt, de videobloggal foglalkozom, filmkritikákat szoktam gyártani. Hogy tetszett a mai beszélgetés Szirmai Gergővel? Szerintem jó kritikákat mond, mert nem valamennyi szinte objektíven, de ugye a saját véleményét, de nem bántóan. Szerintem jó volt. Én szeretem nézni a Gergő videóit. A Hollywood hírügynökséget már elég régóta nézem. Nagyon tetszett, nagyon érdekes volt, és az tök jó volt, hogy így a diákok filmjeit is elemezte, mert hogy azt hittem, hogy csak a kérdések lesznek, és ez így tök érdekes volt. Remek, a papanyag. Állati szar lett. Nem. Én azt mondom, hogy ez tök jó. Ezen a szinten, amint ti vagytok, feltételezhetőleg egyikőtök se végzett még színműt, ez is szerintem egy nagyon-nagyon fontos és jó dolog, ami mindenkire keresztül kell mennie. Mert hogy ez a fajta elgondolkodás az élet értelméről, mi is az élet, mondanák. Mondom, ez egy ilyen fenkölt, akár vicces, kifigurázható gondolat is lenne, de mindenkinek kell csinálni egy olyan filmet, hogy miről szól az élet. Szerintem nagyon érdekes volt, hogy a videóiban az a személyiség, az itt is teljesen átjött, tehát teljesen látszott, hogy ő tényleg az az ember, akit interneten is látunk, és nagy élmény volt nekem, hogy azt láthattam, tök furi volt. Csináljátok drogos filmet, csináljátok szerelmes filmet, csináljátok mi van még. Megkérdezte, hogy kivállalja, hogy elemzi a filmjét, és hát mi jelentkeztünk, jó dolgokat mondott. Olyannak találtátok őt, mint a videóiban? Igen, szerintem abszolút, ez az ilyen energikus, és így tökre őszinte, igen. Szóval szerintem abszolút olyan volt, mint a videóiban. Mennyire változtattak meg, gondolom engem, a nézőkövetők? Anyámat, ez abszolút teljesen kikelt magából, azóta csak bőrcuszban jár és gitározok. Ugyanúgy beszél. Hát a karja hosszabb volt, mint sejtettem, testalkata így fura volt, de igen, így élőben is hasonló volt szerintem. Mi volt, ami a legjobban tetszett? Hát, hogy nem volt kötött a beszélgetés, tehát nem kellett betartani formaságokat, ő is káromkodott. Nincs olyan filmeket, mint tudjuk, hogy szarok, de szívesen megmutatjuk embereknek, mert mégiscsak a mi gyermekünk. És akkor így kicsit ilyen lazább atmoszférát hozott ezzel létre, és ez abszolút szimpatikus volt. Nekem talán, hogy mindenkit bíztat, hogy csinálja és próbálkozzon, és ha kezdő is, akkor is valamire biztos vinni fogja, legalábbis jól érzi magát, amíg csinálja, úgyhogy. Amatőr filmeket kell gyártani, meg tök fontos, meg tök sok mindent lehet tanulni, és a legnehezebb dolga az megmutatni másoknak, nyilvánvalóan. Nincsen olyan alkotó szerintem, aki nem ismeri jobban bárkinél a hibáit a saját műveinek. Illetve, hogyha esetleg azt mondod, hogy ez a világ legjobb dolga, akkor teljesen hülye vagy, és üljél le is beszéld ezt meg a pszichológusoddal, mert megalomálni, de ez kicsit túlzásokba esik. Igazából nem volt olyan, ami nem tetszett. Abszolút jó volt, megért eljönni. Pali kérdezi, mit üzenél azoknak, akik ellenszenvesnek tartanak? Ha az életemről kéne beszélni, nem lenne egy hosszú szónoklat. Egy senki vagyok. De ma este minden megváltozik. Számomra is hihetetlen, de rendezvúm lesz egy lánnyal. Pontban 8 órakor. Ezentúl létszik, ja, elárulod nekem. Hát az nagyon jó, hogy elárulod. Nagyon köszönöm szépen, hogy elárulod. Egyszer mondjál olyan valamit, hogy valamit jól csinálta. Az nagyon jó lenne, azt is elárulod. Annyira jó lenne, hogy egyszer olyat is tudnék mondani.
kettőt. Ugrik, piruettezik. Mi a... Honnan jött az inspiráció, hogy elkészítsétek ezt a filmet? Hát én egy könyvből és egy videót láttam a YouTube-on, és így ebből jött az ötlet. Az egész filmet ketten készítettétek? Hát volt sok, tehát a segítség, színészek, meg mindenki, de hát mi dolgoztunk a legtöbbet rajta, igen. A jövőben filmezéssel, filmkészítéssel, vágás, ilyesmikkel fogtok foglalkozni? Én biztos. Nekem a kicsöngőt tetszett nagyon, vagy szerintem egy filmben, amit középiskolások csinálnak, vagy gyerekek csinálnak, nagyon nehéz elérni, hogy tényleg félelmetes legyen. Tehát egy félelmetes filmet nagyon-nagyon nehéz megcsinálni, úgyhogy tényleg hason, és én nagyon féltem, még amikor harmadjára megnéztem akkor is. Honnan jött az inspiráció, hogy elkészítsétek ezt a filmet? A főszereplőnknek volt a film ötlete ez, hogy valami horrort kéne csinálni, és elkezdtük szövegetni a történetet, és egy viszonylag komplikált dolog jött össze, és éreztük, hogy ezt nekünk most meg kell csinálni. Mennyi idő alatt készült el a film? Másfél hónap körül. Csomószor bennmaradtunk este, volt, hogy egész nap iskolában voltunk tulajdonképpen 8-ig azért, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Igazából szeretünk ezzel foglalkozni, élvezzük, hogy csináljuk, és ez is egy nagy öröm most, hogy itt lehetünk, hogy elértük ezt az eredményt, és nagyon sok jó alkotást láthattunk a sajátunkon kívül is. Mennyire volt nehéz megvalósítani azt, hogy a filmnek a fele kb. A sötétbe játszódik? Borzasztó nehéz volt tekintve, hogy egy darab olyan objektívünk volt, amivel viszonylag tudtunk sok fényt felszedni, és az iskolában sem volt sok konnektor, hogy fényeket el tudjunk helyezni. Szóval az egyik legnehezebb dolog a sötét volt, a másik pedig a hang, amit le kellett küzdenünk. Na most mi van? Kérdeztelek? Hány éves vagy? Most mi van? Megnémultál? 12. Egyedül készítetted a filmet? Tehát ilyen forgatókönyv, vágás, ilyesmit, azt egyedül csináltad? Hát a forgatókönyvet én írtam, és én is rendeztem, de viszont operatőröm ez volt hozzá, ő is ugyanolyan járt, mint én, csak hamarabb végzett. Szereplők válogatása az hogy történt? Van benne egy-két ember, aki színész egyébként is, és a gyerekek például ők, Csefalon van egy iskola, amit úgy hívnak, hogy Burattino, és ez ilyen hátrányos helyzet a gyerekeknek van kialakítva, és a két gyerek az onnan van, és akkor az idősebbet, a fiút, őt például úgy találtam meg, hogy akkor oda mentem, akkor ott ugye már beszéltem emberekkel, akkor így vártak, és így ajánlottak ilyen néhány gyereket, hogy ők majd biztosan jók lennének a filmben, és akkor elmentem, akkor drámáztam velük másfél órát, és akkor így leimprovizáltuk a forgatókönyvet. Mi volt az, amit a legnehezebben tudtatok megvalósítani a filmben? Ezek az ilyen olyan forgatások, amikor így van, mit tudom én, ilyen 5 vagy 7 ember, és akkor ugye van egy gyerek, meg van két kutya, meg két kutyaidomár, és akkor másfél órát késünk, és a helyszínen már ott vár valaki másfél órája, mert hogy késünk, és akkor így indulunk el Cseperről, akkor nem találom a gyereket az iskolában, akinek nincsen telefonja, és akkor így oda kéne menni, de közben aki ott van a helyszínen, ő már hívagat, hogy hát inkább ne filmezzünk, mert már nem akar tovább várni, és akkor ugye nem tudom újra megszervezni az egészet, és ilyen nagyon bonyolult volt ez a rész. És elképzelhető esetleg, hogy a jövőben is ilyen filmezéssel, filmkészítéssel, rendezéssel fogsz foglalkozni? Hát igen, én mindenképpen szeretnék. Elvégzed ezt a sulit, aztán irány a filmművészeti. Igen. Azt gondolom, hogy ez a filmszemle a legfontosabb középiskolai filmszemlévé kezd válni. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó platform nektek ahhoz, hogy meg tudjátok mutatni. Az a fejlődés, amiről a János is beszélt egy pár szót, az nekem egészen őrületes volt látni, hogy mennyi film jött be, az, hogy előzsűrit kellett alkalmazzunk, hogy utána a végignézett filmeknek a színvonala mennyivel volt feljebb, mennyire magasabb színvonalú filmeket láttunk, mint tavaly. Ez, hogy ezt ti tudjátok, vagy egyáltalán középiskolai szinten elkezditek ezt beszélni, ez egy kincs.
Ez egy befektetés, és ez egy kincs. Mind az animáció, mind a fikciós film, mind a dokumentumfilm, mind a riportfilmek, amiket láttunk. Azt hiszem, hogy ez egy olyan beruházás nektek, amitől többek lesztek, és azáltal mi is többek leszünk tőle. Legyetek rá büszkék, csináljatok filmeket, küldjétek nekünk, mi itt leszünk.